Az Egri Farkasferenc Zeneiskola növendékei, tanárai és meghívott művészek adtak karácsonyi koncertet az intézmény Bartók termében. A programon meglepetés is érte a résztvevőket, Szecsődi Ferenc Lisztdíjas hegedűművész egy hegedűt ajándékozott az iskola tehetséges növendékének, Liptai Enikőnek, akit a közmédia egyik csatornáján látható komoly zenei tehetségkutató válogatóján ismert meg. Ahogyan a Bach hegedű versenynek a lassútételét játszotta, az mindannyiunkat elérzékenyített, és nagyon sok hegedűs vett részt ezen a válogatón, de ő volt az egyetlen, akinél az ember liba bőrös lett. Liptai Enikő régóta vágyott egy saját hangszerre, a hegedűt meghatottan vette át. Egyszerűen még mindig kicsit le vagyok döbbenve. Boldog vagyok, és nem is tudom, hogy voltam-e már ilyen boldog. Azt hiszem, most vagyok életemben a legboldogabb. A felajánlás az iskolát is meglepetésként érte. Kellett egy-két nap, amíg ezt feldolgoztuk, hiszen ez annyira ritka, hogy valaki ilyen gáláns felajánlást tesz, hogy azt gondolom egy iskola életében is talán így 100 évenként, hogyha ez előfordulhat, és hát nagyon örültünk neki természetesen. A hangszert a művész és a két hegedű készítő mester ajándékozta a tehetséges növendéknek.